térségbeli polgármesterek és helyi civil szervezetek képviselői tájékozódhattak az új pályázati lehetőségekről Kisvárdán. A Nemzeti Együttműködési Alap új kiírásai idén is számos segítséget nyújthatnak a szervezeteknek a hatékony és hosszú távú működéshez. Kétfajta kiírás jelenik meg, az úgynevezett egyszerűsített pályázat és az úgynevezett összevont pályázat. Az egyszerűsített pályázatnál maximum 300 ezer forintra lehet pályázni, de egy sokkal egyszerűbb, csak formai bírálaton átmenő pályázat is. Van benne egy kvázi alanyi jogon való járás, s ennek a lehetőségnek keretkimerüléséig, abban az esetben, hogyha a formai feltételeknek az egyesület megfelel, vagy alapítvány. A összevont pályázat az egy nagyobb működés és szakmai elemeket is tartalmazó pályázat. A térség országgyűlési képviselője arról biztosította a jelenlévőket, a kormányzat ebben az évben is jelentős forrást biztosít a központi költségvetésből a civileknek, így a szervezetek társadalmi szerepvállalása még erősebb lehet a jövőben. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a térségnek, Magyarországnak, hogy a civilek stabilan, jól működő és láthatóan tudjanak dolgozni. Ehhez fontos az a NEA pályázat, amit ott évről évre be tudnak adni, és évről évre kisebb-nagyobb összeggel támogatásra tudnak jutni, hiszen ezzel tudnak működni. A Kisvárdán működő közel 40 civil szervezet számos területen évről évre bizonyítja, hogy szerves részét képezi a város közösségi életének. Nagyon sok rendezvényre pályáznak, szinte minden éven nagyon jó közösségek alakulnak ki, csoportok, és hála Istennek, én minden rendezvényen ott vagyok is. Azt látom, hogy egy igazi közösség, ahol megvannak a érzelmi kapcsolatok, együtt élnek, együtt dolgoznak, és ez minden területen, ez lehet akár egy nyugdíjas találkozó, akár lehet egy néptánc találkozó pályázat. Tehát mind a szakmai oldalról jelentősek a adott benyújtott pályázatok, mind pedig működésben is kapnak támogatást, ami nagyon fontos. A fórumon elhangzott, a tavaly benyújtott egyszerűsített kiírás keretében 145 benyújtott pályázatból 138-at bíráltak el pozitívan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A civil szervezetek ezáltal összesen 27 millió forint támogatásban részesültek. Idén már a Magyar Falu program is lehetőséget kínál fejlesztésre és közösségépítésre. Ennek keretében az 5000 fő alatti települések civil szervezetei pályázhatnak.